vagyunk a konzol részlegen. A fiúk úgy látom, hogy valamit játszanak, őszinte leszek. A számítógépes játékok, na az nem az én területem, úgyhogy sokat nem fogok tudni róla mondani, rá van írva, hogy Xbox, ennyi. De a fiúk láthatóan élvezik a játékot, úgyhogy nagy baj nem lehet a dologgal. Van egy stand, ahol meg is lehet vásárolni azokat a játékokat, úgy látom, amiket ki lehet próbálni. Igen. Hit Wars 2. Szintén egy járkálós, kalandózós PC-t játék felpillanat, amit itt látunk. Akkor egy látványosabb helyhez érkeztünk, ahol a játékosok saját mozgásukkal irányítják a karaktert, vagy játsszák a játékot. Hát ez igen, ez látványosabb, mint hogyha csak egy számítógép előtt ülne valaki. Azt hiszem, hogy talán ez a leglátványosabb a gamer részem. Ez Dance 4, így van. Nem tudom, mennyire látható, hogy mi is folyik ott. Elsőleg ilyen kiérhetjük. Ezek egyértelműen retro játékok. Már így ránézésre is, pedig én nem annyira értek hozzá. Természetben most következik Rinóci Miklós és Apolnása, 1-es és 2-es országának a esendők. Ezután felkészül PS3-asokkal játszanak. Ott a fiatalok, ami szintén nagyon látványos azokkal a lámpaszerű vizécskel. És itt is táncolás folyik. Hát itt újabb árusok vannak, szintén mangával, animével kapcsolatos újságokat lehet kapni, mangákat lehet kapni. Hoppá, és itt már vannak érdekesebb, nagyobb kiadványok is, nem csak mangák, hanem ilyen egészen nagy kiadványok. Kicsit belelapozok. Hát igen, ez a 18-as karika, úgyhogy ez lehet, hogy nem lesz benne. Rátapintottam a lényegre. És akkor szintén lehet vásárolni mindenfélét. Megérkeztünk egy olyan árushoz, ahol japán cuccokat lehet kapni. De nem csak animés és mangás dolgok vannak az anime karácsonyon, hanem nagyon jó kis szakkés cuccok. Ezt is szeretném elmutatni. Ezeket azért tudjuk, hogy a szakkét szokták belőle inni. Ez egy szatyor, ha jól látom, igaz? Kis szütő. Ezt így lehet tudni, hogy használják, vagy mire használják, vagy van ennek valamilyen tradicionális használata, vagy ez csak egy ilyen... Van tradicionális használat szerint, hogy amikor lyukott át, vagy kivonult is lenne, akkor szokták ezt a kis szütőt, hogy nem egy ilyen adnás, és hogy csak egy simán összehozzák, így, és akkor nagyon nézgek a szintén. Az akkor ebben jól el lehet rejteni a mobilokat például. Igen, a mobil, és pénzt, a kis piperet, cuccokat. Hú, ez nagyon szép. És ha jól látom, ez egy ilyen bentós doboz. Ez is tipikusan japán a bentós doboz, de az ebédet szokták ebbe vinni az iskolába, a munkahelyre. És egyik személyes kedvencem, ezt meg kell, hogy mutassam, az olyan zokni, ahol csak a nagy lábujjadat külön kell rakni, hogy utána fel tudjad venni a hagyományos japán papucsot. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Megmondom őszintén, kiváló.
És van gyerekméret, jól látok? Igen. És van gyerekméret. És vannak itt cicák, az elmaradhatatlan cicák. Csengettyű, ő is cica, nem tudom mennyire látszik. Szóval ezek ilyen klasszikus, tradicionális japán dolgok. Menjünk tovább. A következő, amit látok, az nagyon rózsaszín. De mint tudjuk, Japánban ez is egy stílus. Ezek a cukros, rózsaszín, habos-babos. Nagyon népszerű egyébként. De mindjárt megkérdezzük a lányokat, hogy mennyire népszerű itt az anime karácsonyon ez a rózsaszín, cukros, habos-babos stílus. Az anime karácsonyon most valahogy úgy érzem, hogy nem annyira. De jobban szabad menni. Vannak a rossz rendezvényeken. Kirió eset. És egy nagy ölelésnek vagyunk szemtanúi. Az elmaradhatatlan Free Hug, amely már évek óta minden honos rendezvényen fiatal fiúk és lányok megjelennek. Különböző feldizájnolt Free Hug-os táblákkal, és mennek körbe, és gyűjtik az ölelést. Esetleg megkérdezzük őket, hogy mennyit gyűjtöttek ezen az anime karácsonyon. Sziasztok, ne haragudjatok! Sziasztok lányok, ne haragudjatok! A Cosplay TV-nek forgatunk, és csak érdeklődnék, hogy mennyire népszerű most a ölelés ezen az anime karácsonyon. Hát elég sok ölelést kaptunk. Sokat kaptatok? Igen, nagyon. De általában közvetlenek is odajönnek is. Az elején még, amikor ugye kevesebben voltak, nem volt annyira sok, de most már nagyon. Nem mindenki arra odajönni, de azért. Sokan csak szemezgetnek velük. És ti is oda mentek, vagy csak vagy kértek valakitől, vagy csak megvárjátok, hogy oda jöjjetek? De változó, jó, köszönöm szépen, de látom, hogy jól megvan dizájnolva a kis panda Mötival. Hát, köszönöm szépen, és további sok ölelést. Na, akkor menjünk fel az emeletre. És egy egészen... egészen fura ölelős ember. Vagy... igen, ő is ölelést kér. Ez teljesen fura. Nem hiszem, hogy én meg szeretném ölelni. Nem tudom. Szia, ne haragudj! Megkérdezhetem, hogy hány ölelést kaptál ma? Sokat. Sokat? Ebben a jelmezben sok ölelést kaptál? Én tévedtem. Elnézést kérek, azt gondoltam, hogy egy szadista gyilkos nem olyan sokan ölelnek meg, de ezek szerint igen. Én öleljem, azt mondja a kolléga, hogy öleljelek meg. Még sosem öleltem meg szadista gyilkost. Köszönöm az élményt. Jól látszik, hogy a fiatalok a nagy vásárlás és a sok program után megpihennek, beszélgetnek, ölelést gyűjtenek. És van egy pontja minden konnak, a sushi, ami mindig nagyon népszerű. Szeretném bemutatni Aheront, az egyik főszervezőjét az anime karácsonynak. Sziasztok. Akit éppen süti evés közben kaptam el. Hogy értékeled eddig az anime karácsony? Most egy sütit megettem. Jó, nagyon jól sikerült. Több mint 2000 látogatónk van. A hideg idő ellenére. Egy kicsit lassan indult be a rendezvény. Ugye a mondokon, akkor mindig nagy sor szokott állni reggel, szerintem ezt a mínusz 5 fokba kihagyták a látogatók. Ez egy személyzhető. 11 körülre megérkezett a várva várt tömeg, úgyhogy minden jól ment, cosplay remekül lement, nagy érdeklődéssel, a többi programunk is jól megy. Karaoke táncpadon látom, hogy tele van, legtöbbször a terem. De minden. Szóval alapvetően jól sikerült azért a rendezvény, és még nem zárult le. Meddig is tart ma? 8-ig lesz a nyitva látogatók számára, és akkor 8 után leürítjük a helyszínt, és hát nekünk még 11-ig szerintem itt pakolászni fogunk. Hát ez a nap hosszú lesz még a rendezőknek, szervezőknek. Köszönöm szépen! Sziasztok! Ezen a pulton magyar mangát láthatok.
azért jó tudni, hogy már a magyarok is képviseltetik magukat ebben a stílusban is, nem csak a képregényekben. Érkeztünk, még egy érdekesség van itt fönt az emeleten. Origamit lehet hajtogatni. Itt a lányok segítenek az érdeklődőknek, adnak hozzá origami papírt is, hogy bárki, aki kedvet érez hozzá, az csak leül és gyönyörűségeket tud hajtogatni. Legközelebb ezt is kipróbálom. Korábban itt különböző egyéb programok voltak, most már ez is átvedett pihenőhelyé a fiataloknak. Itt esznek, beszélgetnek. És azt hiszem, hogy ezzel lezártuk a felső szintet.